A Magyar Nemzeti Bank ösztöndíjait adta át múlt héten Szabó György a Nyíregyházi Egyetem új rektora. Ez volt az első nyilvános szereplése az intézmény vezetőjeként. Szabó György a Szabolcsat már Beregi Demecserben született, majd a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen szerzett diplomát. Az elmúlt évtizedekben ugyanennek az intézménynek volt oktatója és egyetemi docense. Az új rektor 35 perc című műsorunkban kiemelte, legfontosabb célkitűzése, hogy az utóbbi években tapasztalható hallgatói létszám csökkenés megálljon, és az egyetem kínálata még inkább a régió piaci igényeihez igazodjon. A bolonyai transformációt nem sikerült jól bevezetni, ez nagyon sok intézményben Okozott, mind a mai napig rendezetlen a hagyományos német elvű felsőoktatási képzés és a Bolonyai elvű, inkább az angol száz világban dominált képzéseknek a sajátoság és a helyzete és egy furcsa, ha szabad így fogalmazni, rossz kompromisszum ö, működtette az elmúlt évtizedekben a magyar felsőoktatást. Amin ö, változtatni szeretnék és kellene, az a hagyományos akadémiai világ és a munkaerőpiac közötti sokkal hatékonyabb egymás segítő kapcsolatrendszernek a kiterjesztése. Az egyetemnek, mint a térség szellemi ö, ö, oszlopának, oda kell figyelni a térség munkaerőpiaci igényeire, olyan ö, szakmába kell olyan minőségű ö, diplomákat kibocsátani, ami nagymértékben. Segíti a térség felemelkedését a nagy hozzáadatértékű tevékenységek széles köre jelenjen meg. Szabó György reméli, már a mostani felvételi időszakban is látható lesz a Nyíregyházi Egyetem népszerűségének emelkedése. Szerda éjfélig van még lehetőség beadni a jelentkezést az ősszel induló képzésekre. A rektor elmondta, az intézmény kampusza országos szinten is a legjobbak között van, minden új hallgató laptopot kap a tanulás segítéséhez, az intézmény pedig színes kulturális és sport lehetőségeket is biztosít. Egy nagyon élhető nagyon jó környezet, az egyetem kollektívája minden hallgatót egyénként, emberként kezel és fogad, támogatja, nagyon vigyázunk rá, hogy ne mozsolódjon le. Ez azért elég nehéz ügy, hiszen nagyon sok hátrányos családi háttérű hallgató van a hallgatóink között, és esetenként az anyagi elhetetlenülés miatt kénytelen a tanulmányait megszakítani, vagy halványabban teljesíteni, de minden hallgatónak, aki ide megérkezik, nem csak egy palatáblát adunk egy szénnel, hanem egy professzionális üzleti notebookot, a kollégium mindenki számára elérhető, az összes sport, rekreációs, kulturális szolgáltatást a hallgatók számára biztosítani tudjuk, amit a nagyon nagy nevű budapesti vagy, vagy nyugat-magyarországi egyetemek hallgatói csak súlyos pénzekért élhetnek el, tehát ez egy, ez egy hihetetlenül nagy támogatás. Fontos változás a jelentkezők számára, hogy a Nyíregyházi Egyetem ősszel induló képzéseinél változnak a felvétel feltételei. Megszűnik az emelt szintű érettségi vizsga, mint bemeneti feltétel az alapképzési és osztatlan tanárképzési szakok esetében. A legtöbb szakon megszűnik a jogszabályi minimumponthatár, és a kiemelt szakok állami ösztöndíja szakterületi minimumpontszáma sincs meghatározva a felvételi eljárásban.